És akkor tompa végű merkelő tű kell hozzá, és akkor így nem szúrjuk meg a kezünket se vele, mert tompa a tű. És mindig az előző sorba öltünk vele. Tekerem, és akkor ide az előző sorba beleöltök. Egy kisebb méretű tároló kosárkát készít rafiából Marsi Lukácsné, aki ebből a hagyományos kötöző anyagból különböző használati és dísztárgyakat tud előállítani, csupán egy merkelő tű segítségével. Különleges hobbiát most már három országban is megismerhetik, mivel néhány hete kiadták a rafia tárgyak készítésének kézikönyvét, amelyet barátnőjével közösen hoztak létre. A színes ötletekbe a rafia tárgyak, a színes ötletek sorozatba jelent meg a rafia tárgyak, amit egy barátnőmmel írtunk meg, és úgy került a Cser kiadóhoz, ami kinyomtatta, és nagyon nehezen, de három év után végre megjelent, és hát elég sokat dolgoztunk rajta, reméljük, hogy lesz kereset is rá, és még többször ki fogják nyomtatni, mert most 2000 példányban jelent meg magyarul, 2000 példányban szlovákul, meg 2000 példányban románul. Úgyhogy még arról is volt szó, hogy szerbül megjelenik, de szerbül végül is nem jelent meg. Három évvel ezelőtt Kékestetőn egy szanatóriumban ismerkedett meg Terike néni Varga Mártával, akitől a rafia tárgyak készítésének alapjait elsajátította. Barátnőjét már korábban felkérték a kiadónál a könyv elkészítésére, de ez az ötlet akkor érett meg, amikor meglátta Terike néni első munkadarabjait. Természetesen az előkészületek nem voltak egyszerűek, hiszen Márta Pécsett lakik, de elkészítették a mintadarabokat a kiadóba. Nekünk el kellett készíteni a mintadarabokat, azt felvittük a Cser kiadóba, az kiválogatta közüle, amelyiket ő szimpatikusnak vagy megfelelőnek tartott, és akkor még kértek tőlünk olyat is, hogy csináljunk angyalkát, meg csináljunk karácsonyi csillagot, mert azok addig nem voltak, és akkor utána úgy készítettük el ezeket, és akkor azok is bekerültek a könyvbe, mert kosarak, meg a teknős békák, meg a gombák voltak meg addig, meg a tojások, és akkor utána ezeket is elkészítettük. A két barátnő lelkesen dolgozott a könyv előkészületein. Újabb tárgyakat hoztak létre, a munkafolyamatokról több fényképet is készítettek, melyek belekerültek a kiadványba. Itt a gombák, az én kedvenceim, nagyon szeretem a gombákat. Ugye ez egy császárgalóca, ez egy vargánya, ez pedig a légyülő galóca. Két piros. Na itt vannak a műveletek, ahogy elkezdjük a kis kör kialakítását, és akkor utána úgy megyünk körbe szépen, itt azok a műveletek láthatók. Itt szintén az folytatódik. Aztán egy pillangó a karácsonyi csillagokkal. A látottak mellett edényalátéteket, teknős békákat, ceruzatartókat, többféle cakkos díszítésű és fedeles kosarakat, tojásokat, karácsonyi angyalkákat, csillagokat és pillangókat is bemutatnak a könyvben. Ennek a néhány oldalas kiadványnak pedig nagy jelentősége van Terike néni életében, hiszen munkáit akár több ezeren is megismerhetik. Én nekem végül is én akkor fogtam fel igazán, mikor a kezembe volt a könyv, még mikor hazajöttem Budapestről, akkor, hogy azért valami maradt az utókor számára tőlem, és remélem, hogy sokan meg fogják tanulni a rafiázást a könyvből. Én is sok mindenkinek megmutattam már, és remélem, hogy sok mindenki kedvet kap hozzá. És bízom benne, hogy még 4 éves a szerződésünk, hogy még a 4 éven belül még ki fogják nyomtatni a Cser kiadónál. Vagy esetleg még újabb ötleteket mutatunk be nekik, és akkor esetleg egy második sorozat is készülhet. Ez az egyszerű munkafolyamatokból álló kézműves tevékenység sokaknak felkeltette az érdeklődését. Mivel nagyon aprólékos, nagy türelmet igénylő munka egy-egy rafia tárgyat elkészíteni, a többség csupán egy-két munkadarab megalkotása után abba hagyja. Nem nehéz megtanulni, csak ugye a kézzel, a tartás, hogy olyan formát érjünk el, amilyet akarunk, mert bizony még az első alkalommal egy kicsit elviszi az embert a
más irányba, mint amilyen irányba szeretné, hát meg kell tanulnia a kézzel, hogy tartsa az ember, hogy formálja a kosarat, és akkor ugye ennél, hogy a gömbölyűsége minden irányba egyforma legyen, akkor ami egyenes felfele, ott mindenütt egyenesen menjen, ne legyen hullámos, vagy ne forduljon be, vagy kifele ne forduljon, úgyhogy ez a lényege a tartás. Még ezt egy kicsit nehéz ezt a mintát megcsinálni benne. Hát ezt is én találtam ki a mintát, mert Mártival csak ilyet, ami minta nélkül van, vagy esetleg ugye színessel van díszítve ezt a mintát, de hát ez se olyan nehéz, mert csak oda kell egy kicsit figyelni, hogy megfelelő hosszúságot tekerjünk, hogy lehetőleg közel egyformák legyenek a háromszögek, úgyhogy ez se annyira nehéz. Nem nehéz tehát elsajátítani a raffia tárgyak készítését, hiszen a legfontosabb munkafolyamat csupán tekerésből és varrásból áll. Tompa végi merkelő tűvel három tekerés után az előző sorba kell ölteni. Terike néni örömmel mutatta meg az alapvető fogásokat. Általában hármat tekerek, attól függ, milyen vastag a raffia. Ha egy kicsit vastagabb, akkor elég a kettő, vagy ha vékonyabb, akkor meg négyet vagy ötöt tekerek, hogy közel egyforma távolságra legyenek az öltések. Az a lényeg benne, meg hogy merőlegesek legyenek, ne álljon össze-vissza az öltés, hanem az előző sorra. Az alapanyagot gazdaboltokban és hobbiboltokban is meg lehet vásárolni, utóbbiban többféle színben hozzá lehet jutni. Terike néni azonban saját maga ruhafestékkel színezi a natúr raffiát, mivel tapasztalatai szerint így sokkal tartósabb. A munka során arra kell figyelni, hogy szorosan tekerjük a raffiát, és varrás közben a kezünkkel alakítjuk ki az elkészíteni kívánt tárgy formáját. És akkor, mikor új szálat kell fűznem a tűbe, akkor egyszerűen csak így elhurkolom. Elhurkolom, és akkor fűzök egy következő szálat, amelyik vastagabb, azt szét szoktam szedni egy kicsit a raffiát, hogy körülbelül egyenlő vastagságú legyen végig a kosárba a raffia, mert akkor egyenletes a varrásunk is. Ezt csak egyszerűen ide fogom, és akkor már így megyek is tovább, és akkor ez ugyanúgy a végére rátekerem, és ez nem bomlik ki sose, mert rá van erősítve a tekeréssel. Ha a varrószál munka közben feltekeredik, akkor ki kell pödörni. Számtalan tárgyat készített már Terike néni ezzel a módszerrel, többségüket azonban elajándékozta ismerőseinek, barátainak és családtagjainak. Már több bemutatót tartott gyerekeknek és időseknek, de még eddig nem gondolt arra, hogy népművészeti vásárokon árusítsa alkotásait. Még nem voltam. Már mondták azt is, hogy miért nem nevezek be a népművészetmestere címre. Még itt nem tartok, úgyhogy még idáig nem jutottam el, hogy azt megpróbáljam, hogy esetleg egy ilyen címet megszerezzek. Úgyhogy most kértek már fel, hogy majd a nyáron, azt hiszem, hogy ilyen táborba kell majd segíteni, megtanítani a gyerekeket. Aztán voltam már öregek klub délutánján, ilyen végül is nem öregek otthona, hanem a kultúrházban van az öregeknek egy ilyen klubszoba, és akkor ott tanítottam. Ebesen is voltam, Nyíribe is voltam megmutatni nekik, akkor az óvodákba, és már volt három óvodába kiállításom, úgyhogy már most jelezték, hogy a másik csoportba és a Honvéd utcai óvodába, hogy ott ősszel meg akkor ott lesz a másik részbe. Számtalan terve van még Terike néninek, hogy mit lehetne még raffiából megvalósítani, de egyelőre még csak kerek és ovális tárgyakat alkotott. A következő állomás a szögletes tárgyak elkészítésének kipróbálása lesz. Amennyiben sikeres lesz az első könyvük, akár további a kiadására is felkérhetik őket.